A nemzet áldozatkészsége lehetővé tette, hogy az ország nagyságához és feladataihoz mért hadsereget szervezzünk, és azt a korszerű követelményeknek megfelelően mi hamarabb megszereljük. 1938 Imréti Béla miniszterelnök lett és elfogadtatta az első zsidó törvényt, ami tőle elég merész, ugyanis később lemond, mert kiderül, hogy benne is van egy nyolcad rész. 1938. november 2-a az első bécsi döntés, egy kis felvidék, kis Kárpátalja visszakerül, ami majdnem 1 millió magyart jelent. Aztán 39. márciusában már egész Kárpátalja a miénk. És ekkor van a márciusi front, meg a Nemzeti Akarat pártja, amiből lett később a Nyilas párt, Szálasi bandája. Azért változott meg a neve, mert Teleki Pál betiltatta, aki 39-től miniszterelnök is sikerült kívül tartani a Magyarországot egy ideig a világháborúból, ami 39. szeptember 1-én indult, és már a második volt. Ebben az évben kilépünk a Népszövetségből, 40-ben meg kiveszünk a részünket a három hatalmi egyezményből. 1940. augusztus 30-án Magyarország a második bécsi döntés alapján visszakapta Észak-Erdélyt Székelyfölddel, hol a magyar ajkúak száma akkor 1.300.000. 1940. december 12-e a magyar és a jugoszláv királyság közötti állandó béke és örök barátság szerződésben rögzítve. Később ezt Magyarország megszegte. Teleki Pál nem tudta elviselni, hogy szószegők lettünk, öngyilkos lett emiatt. Meg kell róla emlékeznünk minden évben április 3-án, mert tettével sajnos a mai napig egyedül áll. 41. április, Bárdosi a miniszterelnök. Átengedi a nácikat, cserébe a Baranyai háromszög, a Muraköz és Bácska vissza lett csatolva. Kassát meg lebombázták, a mai napig nem tudni, hogy kik voltak. Ez elég volt Bárdosinak, hogy hadat üzenjen a Szovjetuniónak, indul a gyorshadtest biciklisekkel Ukrajnába. 41. december hadüzenet az USA-ba, hadiállapot Angliával. 42. januárjában a Honvédség újvidéki mészárlása, a vizsgálat elől a tisztek elmenekülnek Németországba. Az ellenség üldözésében annál biztosabb lesz szülőitek otthona, gyermekeitek, magyar embertársaitok jövője. 1942. márciusában Bethlennek az egyik hűséges barátja, Kállai Miklós került a kormányra, bár Horthy jött hosszasan, kap a citát, a tragikus tonkanyart nyáron már megélte, csodának köszönte az, aki túlélte, Jáni vezette őket a halálba, utána magát már nyugdíjban találta, míg Hitlernek akar barátnak látszani, mint a politikát folytatott Kállai, nem voltak kedvesek nekünk a németek, több helyen tüntettek ellenük emberek, új tervet eszett ki Horthy és Kállai, az angolok felék már elkezdtek nyomulni, látták a németek, hadda meg remeget, szovjetek honnában több helyen elvérzett, el fogják veszteni, gondolta Kállai, Szentgyörgyi Albertet kérte fel tárgyalni, az angolok elérik egyszer majd hazánkat, inkább majd őnekik adjuk meg magunkat, de a szovjetek a határt még előbb értékkel, fejükben hurrázva, kezükben térképpel, a németek bizalma megrendült hazánkba, úgy látták Horthy az, ki őket kijátsza, 44 tavaszán így lettünk megszállva, Horthy jól lehordva, Kállai leváltva, és el is vitték őt a hírhet táborba, Adolf a vezetés rám bízta Edmondra, a kormány sztójai kapta meg birtokba, a tragikus hónapok jöttek a zsidókra, Horthy közben járt külföldi nyomásra, itt még egy darabig Budapest megúszta, a német a csereg a frontra kéreti, Horthynak többsége leváltja sztójai, Lakatos Géza kerül a kormányra, október 15 rádión bemondja, Horthy a háború véget ért számukra, fiának léptével meg is tett zsarolva, a németek dühösek jönnek és elfogják, Nyilas uralmat kap érte az ország. Én Állasi Ferenc nemzetvezető, esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarországhoz hű leszek, és mindent megteszek, amit az ország javára és dicsőségére igazságosan megtehetek. 1944. október 15. Szálasi Ferenc a miniszterelnök. 44. november Budapesti gettó. 70-80 ezer főt számol a gestapo. A nemzetvezető teljes terrort vezet be.
kivégzik azokat, akik nem vonulnak be. A hungarizmus jegyében halálmenetelnek. Radnóti Miklós is így veszett el, és csak arra az esetre volt Szálasinak terve, ha háborút a németek nyerik meg. Egy csoda fegyvert Hitler előhúz a végén, és boldogan élhet a magyar nemzet. Év 65 éve, így áprilisban volt vége, majd egy évvel később, március 12-én a népbíróság akasztotta fel Szálasi Ferencet és vele a nyilas vezetőket. A felszabadulás hogy kezdődött? A szovjet hadsereg azt hitte legyőzött. Több ezer ember szállítottak Szovjetunióba kényszer munkára Málenki robotnak. A veszteség a háborúban 1 millió ember, ennek fele zsidó és rengeteg hadifogoly. Az utak, hidak, minden oda lett. Persze volt néhány tüntetés is a háború ellen. 1941-ben és 42-ben a kommunista párt illegál, így lett belőle békepárt. Háború ellenes összefogás.